A június 27-i közgyűlésen tárgyalta a testület a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, illetve folyósításáról szóló rendelettervezetet. A grémium 18 igennel elfogadta a javaslatot, így szeptembertől minden 65 év fölötti EGRI lakos évente 5000 forintos támogatásban részesül. Erről mintegy 11 ezer szépkorú kap értesítést a napokban, hiszen szeptember 5-től elindult a tájékoztatók kézbesítése. A közgyűlés a tanulmányaikat idén szeptemberben kezdő diákok családjának támogatásáról is döntött, miszerint az EGRI állandó lakhelyen rendelkező általános iskolában elsős gyermekek szülei egyszeri 4000 forintos hozzájárulást kapnak. Habis László polgármester a közgyűlésen ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, számos elismerést érdemelt ki az önkormányzat az elmúlt időszakban, például az idős, illetve a családbarát címet. A támogatásokról szóló javaslatot ennek részeként állították össze. Ezek a javaslatok kiegészítik a gondoskodásnak azt a, úgy gondolom, összességében magas színvonalon működő rendszerét, amelyet az önkormányzati intézményeink az idősek tekintetében mindenek előtt az EGRI szociális szolgáltató intézmény végez, illetve lehetőséget kapnak arra a fiatal családok, hogy a tanévkezdésben kiegészítő támogatásban részesüljenek. A szépkorúak a kitöltött és aláírt nyomtatványt szeptember 1-től nyújthatják be a polgármesteri hivatal Kossuth Lajos utca 28 szám alatti szociális csoportjánál. Az igénylést személyigazolvány, EGRI lakcímkártya és tajkártya felmutatásával lehet leadni. Emellett a kérvényt postai úton is beküldhetik. Ebben az esetben Eger megyei jogú város polgármesteri hivatala részére. Az 5000 forintos támogatást postai úton kapják meg az igénylők.